Az oktatási és egészségügyi intézmények működtetése a legfőbb prioritás 2021-ben, mondta el Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere a költségvetés tervezettel kapcsolatban. Az idei is a kihívás éve lesz, de a város fejlesztése tovább folytatódik, tette hozzá a településvezető. Van egy kossuth-téri turisztikai pályázatunk 100 millió forinttal, itt egy új 21. századi játszótér, wifi, pihenőpark. Ezt úgy ismerik a környékben, illetve, hogy a régi Kressz parkunknak a teljes felújítása lesz. Folytatnánk tovább a energetikai felújításainkat napenergia kiépítésével. Kossuth-Lajos utcán földkábeles rendszert szeretnénk kiépíteni, illetve a legnagyobb fejlesztésünk az a 51-11 és a Bölcske úthoz kapcsolódó közúti fejlesztéseink lennének. Ez egy 330 millió forintos beruházás, amelyet már el is indítottunk, ha az időjárás nem kerül, nem fog ebbe beleszólni. Úgyhogy ezek indulnának meg 2021-ben. Dunaföldváron sportcsarnok építése is kezdődött, amely 1,2 milliárd forintba kerül, ehhez a telket ingyen biztosította a városvezetés. A kivitelezést a Holler UNFC koordinálja, de a projekt lebonyolításában is segítkezik az önkormányzat. Emellett az Európai Uniós és a Közép-Dunavidéki Fejlesztési Társulás pályázati lehetőségei is segíthetik a településfejlesztést, de az önként vállalt feladataink közül, ahogy eddig is, a civil szervezetek támogatását kiemelten kezeljük, mondta el Horváth Zsolt. Egy nagyon fontos, és ez lesz 2021-ben is a legfontosabb, az egészségünknek a védelme, a pandémiai kihívásoknak a megfelelősége, megerősítése a házi orvosainknak, a házi gyermekorvosainknak, védőnőinknek, akik ebben dolgoznak, illetve az idős otthonunknak a teljes mértékű működésének a biztosítása. Ezek röviden a fő feladatok 2021-re. A koronavírus járvány miatt az oltás szervezésével kapcsolatban az önkormányzat szoros együttműködésre törekszik a kormányhivatallal és az egészségügyi szolgáltatókkal, és minden ránk háruló feladatot, legyen az anyagi vagy erkölcsi, biztosítani fogunk. Összegzett Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere.